2013-ban napi 8 órás időtartamban indult esetkocsi szolgálat Kiskörösön, mely 2017-ben már 12, 2018. január 1-től pedig 24 órában áll rendelkezésre. A mentőállomáson jelenleg 27-en dolgoznak, a három autón 11 gépkocsi vezető, 11 ápoló és 5 mentőtiszt vethető be. Egy autó van, ami ugye esetkocsiként funkcionál, ami kicsit vissza van tartva direkt azért, hogyha nagyobb probléma van, nagyobb eset van, vagy olyan szállítást kell elvégezni, mondjuk kórházba, vagy adott esetben tényleg egy balesetbe, vagy segíteni egy másik autónak, akkor ez az autó indul a magasabb szintű kompetenciát igénylő feladatokhoz. A másik két autóból az egyik az ugyancsak 24 órás szolgálatot lát el, a harmadik az pedig napi 8 órában, tehát munkanapi 8 órában, reggel 8 órától délután 4 óráig végez feladatot. A legújabb autó egy Mercedes Sprinter típusú jármű, mely minden elemében a mentés sikerességét szolgálja. Azok a esetleges kis hibák, vagy olyan elrendezési problémák, ami a korábbi új mentőautóknál felmerült, azt figyelembe vették a gyártásnál, és egyre korszerűbb, egyre jobban elrendezhető, egyre kényelmesebb mentőautókat kapunk. Itt ennél az autónál már egyrészt a légrúgó van, ami újdonságként szerepel, több elrendezésbeli probléma is volt, ami nem volt probléma, csak kényelmesebbé tette az eszközök felszerelését, illetve ugye automata váltósak ezek az autók. A mentéshez használt eszközök, gépek cseréje, modernizálása mindig aktuális. Ezekhez a Kiskörösi Mentőalapítvány mellett már az Országos Mentőszolgálat Alapítványa is hozzájárul. Egyre több eszköz érkezik az Országos Mentőszolgálattól is, de az alapítvány révén is, amiket kitűztünk célokat, azokat szépen lassan sikerül megvalósítani. Tavaly évben is több eszközt vásároltunk, így például az infúziós pumpákat meg sikerült vásárolni, több rögzítő eszközt sikerült vásárolni, illetve évvégén megérkezett az első Lucas 3 nevű kompressziós készülék is, aminek nagyon örülünk, hogy végre most már itt van, és szilveszterkor már sajnos fel is kellett avatni a készüléket. A készülék folyamatosan és egyenletesen képes a vérkeringés fenntartására, de bevetését mindig meg kell előznie a manuális kompressziónak. Az eszköz betegszállítás közben mozgó gépjárműben is alkalmazható. Szívleállásnál a mellkas kompressziót segíti, helyettesíti. Ugye akkor, amikor újraélesztés van, befúvást, illetve mellkas kompressziót kell végezni. Ez, hogyha fél órán keresztül tart, vagy akár súlyos perceken keresztül, ez kemény fizikai munkát jelent. És pláne, hogyha csak két tagból áll a mentőegység, hogyha véletlen olyan mentőegység megy ki egy ilyen helyszínre, ahol csak egy ápoló, illetve egy gépkocsi vezető van, akkor nagyon sok energiát, illetve szabad kezet veszít el a mentőegység. Így ez a készülék abban segít, hogy felváltja az egyik kollégát, és alapvetően folyamatosan végzi a mellkas komprimálást. Így az a kollega, aki ezt végezte, ráfigyel a készülékre, de ez mellett tud akár vénát biztosítani, akár gyógyszerelni, illetve egy csomó plusz olyan feladatot, ami az újraélesztésnél fontos. A Kiskörösi Mentőalapítvány 2007-es létrehozása óta segítség támogatója. Fő céljuk a térség településeinek mintegy 44 ezer lakója számára nyújtott mentőellátás, szakmai színvonalának emelése, a korszerű szakmai feltételek biztosítása, az eszközök, valamint az elméleti és gyakorlati jártasság tekintetében egyaránt. Egyrészt ugye a Lucas 3 eszközt szerettük volna, hogy mind a három autóban legyen, tehát ebből már a kettő ugye megvan, még egyre szeretnénk gyűjtést szervezni, ami bízunk benne, hogy az év végéig az is össze fog jönni. Illetve van egy lélegeztető gépünk, ami elég magához képest elég öreg, és azt szeretnénk még egy újabb készülékre lecserélni. Illetve vannak ilyen apróságok, amik folyamatosan kopnak, elhasználódnak a mentőállomáson, ilyen rögzítő eszközök. 2018-ban több mint 6 millió 400 ezer forint érkezett az alapítvány számlájára az 1%-os felajánlások révén. A Kiskörösi Mentőalapítvány 2019-ben is számít az adózók támogatására.